Én is ugye tanárképző, pszichológus képzőt, és még mit, ki tudja, még mi mindent jártam végig. És amikor a gyerek ott van a földön, és befeszíti magát, mindenki ismeri ezt a hátrafeszítem magam, a nyakam is megfeszül, és a fejem pedig vörös arckifejezést, akkor nem az szokott eszembe jutni, nem tudom önök, hogy vannak ezzel, hogy vajon most melyik könyv is mit is ír erről, hanem ott helyben mindjárt reagálok valamit, ami vagy jó, vagy nem jó, vagy pedig úgy érzem, hogy teljesen tanástalan vagyok. Na most azt gondolom, hogy az ilyen gyermeknevelésről szóló sorozatot úgy érdemes kezdeni, hogyha nem gyermeknevelési teóriákat, elméleteket fogunk átvenni, hanem valahogy belevágunk a sűrűjébe, és megnézzük, hogy mik azok az élethelyzetek, ami egy szülőt próbára teszik, és hát ezekben milyen gyakorlati megközelítések vannak, illetve, hogy még pontosabb legyek, először ugye az embernek ahhoz, hogy gyógyuljon, furcsa, hogy ezt mondom itt, ahhoz, hogy gyógyuljon, ezért tudni kell, hogy mi a betegsége. Az orvos is azzal nem azt kell kezdeni, hogy felírja a gyógyszert, hogy ezt tessék szedni, és különben mondja már el, hogy mi a problémája, hanem először megkérdezi, hogy mi a problémája, utána rájön, hogy mi akkor a betegség, és arra felírja az ellenszert. Úgyhogy amikor, és azért mondom, hogy betegség, mert amikor a gyerekről van szó, egy pszichológiai törvényszerűség, nézd meg a gyereket, akkor sokat meg fogsz tudni az anyjáról, nézd meg az anyját, aki egy feleség, sokat meg fogsz tudni a férjéről, nézd meg a férjt, és sokat meg fogsz tudni az egész családról. Mert így, hogy így mindjárt az elején kezdjük, úgyhogy mindenkire ráhúzom a vizes lepedőt, kivétel a gyerek, mert a gyerek áll a sor végén, vagy egy másik pszichológiai szabály, az apa hazajön, rámordul az asszony rámordul a gyerekre, a gyerek meg belerúg a kutyába, tehát hogy valahogyan mindenki levezesse a maga energiáit. De még egy kötelességemről is elfelejtettem, és ide is hozom, hogy a végén úgy is elfelejtem, ez a folyóirat, amiről említést tett a bevezetésben a felkonferáló, ez itt van, Nyitott szemmel a címe, eddig talán 5 rész jelent meg, és ilyenek vannak benne, keresd a párját, ugye ez a párválasztásnak a titkai, meg hogy a lány honnan tudja eldönteni, hogy a fiú csak élvezeti tárgyat lát-e benne, vagy valóban feleség alapanyagot, és így tovább, és így tovább. Egy másik rész a papás-mamás, ugye itt arról van szó, hogy az apa és az anya szerep, hogyan kéne viselkednünk, hogyan kéne a családi boldogságunkat növelni. Ezen belül a papás-mamás első, a másik is az álomférfi, vannak ugye még olyan férfiak, vagy léteznek, a 20 év alatti nők fejében, akik a fehér lovon jövő hercegek, de mégis a szerző, aki én vagyok, azt írja, hogy igenis, az álomférfi lehet álomférfi. A harmadik rész pedig az a férfinek szóló legnagyobb ajándék a nő. Ebben mindjárt van egy kis tanítás, hogy amíg mi férfiak nem tanuljuk meg, hogy mit köszönhetünk a nőknek, addig elég nehéz lesz javítani a párkapcsolataink. A negyedik rész címe kidobós, vagy az alcíme miért válnak a nők, mert erre is tud már a pszichológia választ mondani. Erre talán még kitérünk, talán nem, talán egy másik alkalommal. És végül az Új Életmód magazinban pedig egy olyan írás, házasság, próbaházasság, házasság előtti szex. Tehát voltak éppen látják azt, hogy ami az én terület, amivel én szoktam foglalkozni, az a párválasztástól, a házasságon keresztül, a gyereknevelésen át, a válásig, vagy éppen ellenkezőleg a teljes beteljesülésig. A mai alkalommal a műsor vagy a témánk azt célozza meg, hogy mennyire erős kézzel kell a gyerekeket nevelni, fegyelmezés, önfegyelem, engedelmesség, idomítást, tudnék ilyen különféle rokonértelmi szavat mondani, ennek szeretnénk a mélyre hatolni. De először is onnan kezdeném, hogy vajon miért van, egyáltalán van itt valakinek, vannak nevelési helyzetei, tehát úgy gondolja, hogy nem minden nevelési, gyereknevelési helyzetből jön ki úgy, ahogy szeretné. Látom, csak nők keze van fönn, ennek örülök a férfinek, csak vicceltem. Na igen, tehát a férfiak is kerülnek nevelési helyzetében, amikor a feleséget kell nevelni. Tudom én ezt, de a másik pedig, hogy nyilván a feleség is azt mondja, hogy nekem 3 gyerekem van, 2 fiam meg egy lányom, neki 3 fiam meg egy lányom, mert engem is beleszámít. De ettől függetlenül valóban így van. Valamennyien azt éljük át, hogy vannak olyan nevelési helyzetek, nem is ritkán, egyre többször, vagy hát kinek többször, kinek ritkábban,
amikor tehetetlenek vagyunk. Úgy érezzük, hogy most mi lett volna helyes, és hogyha valamit teszünk is, és annak a helyzetnek vége van, akkor sem tudjuk biztosan, hogy azt jól csináltuk-e vagy sem. Ugye? Ez mindenkinek saját tapasztalata. Vagy azt mondom a gyereknek, hogy fiam, már százszor megmondtam, hogy nem ezt kéne, azt kéne, hát nem érted, én csak jót akarok neked, édesanyád, te érted, él, de hát hányszor magyarázom el, ez már a 102. helyzet. Van is egy híres könyv, ha van alkalmuk, keressék meg a könyvtárban, nem gondolom, hogy könyvesboltba kapható, de lehet, hogy újra nyomtatták már akárhányszor, az a címe F. Várkonyi Zsuzsa, már százszor megmondtam. Nagyon vékony könyv, el lehet olvasni egy éjszaka alatt. Nagyon szórakoztató, arról szól, hogy hogyan esünk bele olyan játszmákban, hogy annak az a vége, hogy már százszor megmondtam. Első nevelési tanács, vagy magunk számára tükörben nézünk, ha valamit már százszor megmondtam, akkor nem a gyerekkel van a baj. Nem? Hogyha oda megyek egy svédül beszélő emberhez, és magyarul mondom neki, a Lánchíd arra van. Nem érted? A Lánchíd arra van. Már százszor mondtam. Nem érti, mert svédül beszél. Te pedig magyarul beszélsz, ugye? Tehát nem a svéddel van a probléma, nem a gyerekkel van a probléma, hanem velem van, mert 101-szer is, 102-ször is ugyanazt próbálom vele csinálni, amiről azt gondolom, hogy működik. Közben pedig minden azt mutatja, hogy nem működik. Tehát az első lépés, az első nagyon fontos felismerés az az, főleg akinek több gyereke van, hogy a gyereknevelés egy olyan sportág, amiben minden egyes gyerekhez a szülőnek, és erre a legjobb az anya és az apa, a szülőnek nagyon érzékenyen kell figyelnie azt, hogy melyik gyerekénél mi működik. Tehát például ma hazamennek, hallanak tőlem egy-két dolgot, akkor nem kell úgy venni, hogy az tuti, hogy a gyerekemmel működni fog. Azt mondom, ezt mondta a Józsi, kipróbálom, de figyelni kell ok és okozat. Figyelni kell azt, hogy vajon ennél a gyerekemnél működik, annál nem működik. Például, ha a fiamra, a legidősebbikre, amikor még kicsi volt, csak picikét szigorúbban néztem rá, tehát nem mosolyogtam, összehoztam a szemületeket, bőven elég volt. A lányom erre a füle botját sem mozdítja, hogy én összehúzom a szemületökemet, egyáltalán nem érdekli, maximum visszamosolyog, és csinálja tovább. Nála ez nem működik. Kedves szülők, ez teljesen rendjén való. Minden gyerek embergyerek, ebben hasonlítanak, két fülük, meg két lábuk van, meg két szemük, de amúgy lelki alkatban, habitusban, mire válaszolnak és mire nem, nagyon-nagyon különbözőek. Az egyik, mondják a feleségek, tiszta apja, nem? Most úgy viselkedik itt az asztalán, mint ahogy te szoktál, nézd meg Lajos. Ez lett a vége, nem? A másik tiszta anyja, mondja a fér, na, ő is ugyanilyen nem törődő, mint amilyen te vagy, vagy így vagy úgy, amúgy. A gyerekek beszívják, ami körülöttük van, genetikailag, amit hoznak magukkal, és amit látnak családban, tágabb környezetben, és abból valami olyasmit alakítanak ki, ami csak rájuk jellemző. Olyan, mint egy fánál két levél. Mind a kettőt leszakítom, ezt a tölgyfa levele megismerjük, ugye? De hogyha közelebbről megnézzük, a levél nagyon-nagyon különbözik egymástól. Tehát az első ilyen útravaló, a szabad mondom, a gyerekneveléssel kapcsolatban az az, hogy tessék önmagukban bízni. Sem az óvónő, sem a védőnő, sem a körzeti orvos, sem a pszichológus nem ismeri jobban az önök gyerekét, mint önök saját maguk. Önök ismerik a legjobban, hogy ez a gyerek mire reagál, meg milyen nem reagál, és önök tudják érzékenyen eldönteni, hogy merre felé formálják. Viszont ebben van egy másik tanúság is. És ennek nagyon örülök, hogy itt vannak, mert látom, hogy érdekük fontos az önök számára, hogy igenis, a jó anya és a jó apa eljönnek, hallgatnak előadásokat, beengedik az információt, és aztán szelektálnak, választanak, hogy ezt használják, ezt nem használják. Megveszik a könyvet, elolvassák, hogy mit mond a szakirodalom, és azt próbálják alkalmazni a gyerekre, vagy próbálják megfontolni, hogy mennyiben jó, mennyiben nem jó. A gyereknevelés, a házasság egy olyan műfaj, amiben folyamatosan, sajnos sohasem lehet diplomát kapni a végén. 5 éves a gyerek, kedves anyuka, most már elvégezte a gyereknevelési egyetemet, 10 szemeszter, 5 év, innentől kezdve a gyereknevelés mestere, vagy a gyereknevelés doktora, nincs ilyen. Nincs ilyen. Jó? Tehát az első nagyon fontos, hogy figyeljék meg a gyermekeiket. Figyeljék meg, és nézzék meg, hogy amit önök tesznek vele, az használ, vagy nem használ. Ha nem használ, akkor ne szídják, ne büntessék, ne okolják őt, hanem próbálják törni a fejüket azon, hogy mit lehetne más tenni, hogyan lehetne másképpen megnyerni a gyereket. Ez az első nagy lecke. A második nagy lecke, az lehet, hogy nem lesz annyira szimpatikus, de
de nagyon-nagyon igaz. És ezt már a Biblia időkből is ismerjük, biztos ismerik azt a zsidó törvényt, hogy az első szülött fiú az dupla örökséget kapott, dupla figyelmet kapott, ő volt a család papja, és így tovább, és így tovább. Ez nem butaság. Ha az első gyerekre, pszichológiai szempontból, ha az első gyerekre kétszer annyi energiát fektetnek, mint a többire, az nagyon ki fog fizetődni, mert az első gyerek jó hatása meg fogja könnyíteni a második gyerek nevelését. Az első gyereknek azért is kell kétszer annyit figyelni, mert a pszichológiai törvényszerűség az, itt szoktuk mondani, hogy a kismamák vagy a gyakorló anyukák első gyereknél, ha leesik a cumi a földre, mit csinálnak? Felveszik a cumit, kifőzik. Vagy kinyitják a steril következőt, és azt nyomják a szájába a gyereknek. A második gyereknél mit csinálnak? Lenyalja, és odaadja. Igaz? A harmadiknál, morzsi, vidd oda, leesett. Így fejlődünk. Egyre nyugodtabbak vagyunk, egyre könnyebben jön belőlünk az, hogy a gyereket hogyan lehet nevelni, hogy már azt gondoljuk, hogy mesterek vagyunk. Az első gyereknél több felkészülés kell, hogy magabiztosabbak legyünk, hogy kicsit jobban tudjuk, mert a gyerekek tökéletesen érzik azt, hogy milyen belső biztonsággal fordulunk feléjük. Tökéletesen. Ugyanígy a gyerekek tökéletesen meg tudják különböztetni egészen kicsi kortól kezdve azt, hogy van-e a hangomban bármilyen indulat. Van-e a hangomban bármilyen érzelmi kilendülés. Sok ugyanúgy tudják, mint a nők, amikor a férjekre beszélnek. A férj mond valamit, most ideges vagy, Leoncio? Ugye? Nem vagyok ideges, csak de már látod, hogy ideges. Ugyanez a korosztálytól függetlenül. A kisgyerek még nem tud beszélni, de tökéletesen érzékeli, hogy az anyja most nyugtalan. Tökéletesen érzékeli, hogy az apja most ideges rá. És arra az idegességre fog reagálni. Menjünk egy, és ezzel már benne vagyok a témám közepébe, ez a fajta fegyelmezés, irányítás, korlátszabás, erről beszéltünk. Az első törvényszerűség az, hogy meg kell tanulnunk nekünk, mint szülőknek, hogy a kommunikációnk, amit a gyerek felé mutatunk, hogyha 100 egység, abból 8 egység az, amit mondunk. Tehát 100-ból 8. És 100-ból 92 egység az, amilyen hangerővel, amilyen tekintettel, amilyen arckifejezéssel, amilyen összeráncolt homlokkal, vagy mély hanggal, vagy fenyegető testtartásban, vagy vöröslő fejjel, vagy kidagadó nyakerekkel, az a 92. És mi azt szeretnénk, hogyha a gyerekünk a 8-ra figyelne. Csak a gyerek egy totális kommunikátor. A gyerek beengedi mind a 100-at, és azt mondja, 92-vel azt mondja, hogy ideges, és üvöltözni akar velem, 8-al azt mondja, fiam, szedd össze a játékaidat, pakold el. Melyikre fog hallgatni, melyikre fog reagálni? Hogyha neked 92-szer azt mondják, hogy hülye vagy, és te lehetetlen veled normálisan érintkezni, 8-al azt mondják, amúgy bízok benned, tedd össze, melyiknek fogsz hinni? A 92-nek vagy a 8-nak? Melyikre fogsz reagálni? A 92-re vagy a 8-ra? Nyilván a 92-re. Ezt nevezem én úgy, hogy Saffi szabály. Miért nevezem ezt Saffi szabálynak? Mindenki látta a Saffi rajzfilmet, gondolom. Abban volt egy olyan jelenet, hogy a Bocsinkai találkozott a földesúrral, és annak volt egy ilyen gondnoka. És a földesúrnak volt egy olyan pszichológiai betegsége, hogy nem tudom, fejéről hiányzott a csont, és ezért ott volt egy ilyen bádog pótfej, és azon volt egy szelep. Emlékeznek erre a pótszelepre? Na, és amikor mondta, hogy a Bocsinkai ez az egész birtok, akkor elkezdett vörös lenni annak az embernek a feje, gőz ment föl, és akkor mit csinált a gondnok? Leengedte a gőzt először. Ezt azért hívom Saffi szabálynak. Nekem, mint szülőnek, nagyon kell törekednem arra, hogyha valamit el akarok érni a gyerekemmel, akkor ne menjen föl benne a gőz. Képzeljétek el, játszik a Legóval, este 7 óra van, és nagyon bele van, és most azt mondom neki, most azonnal szedd össze, és menjünk a fürdőszobába, fogmosás, meg fürdés. A gyerek persze füle botját sem mozgatja. A szülő, értelmiségi szülő, sok könyvet elolvasott, megáll az ajtóba, fiam, tudod, hogy fáradt leszel holnap, és az óvodába akkor nem fogsz jó erővel menni, még egyszer mondom, szedd össze a cuccokat, és menjünk fürödni. Oda se bagozik. Hát hiába beszélek neked, hát azt hittem, hogy egy normális gyerek vagy. Neked mindent mindig kiabálva kell mondani. Hát mondom, hogy szedd már össze, de még mindig az ajtóban áll. Már kezd fölmenni benne a feszültség. Ugye a Saffi szabály szerint a feje már ekkora.
És csodálkozik, hogy ez a gyerek ennyire nehezen nevelhető. Nem azt mondja a szülő magáról, hogy valamit elrontok, hogy nem így kéne kommunikálni a gyerekkel, hanem azt elmondtam, értelmiségi vagyok, megmondtam, mi a cél, nem csinálja, hát most már csak oda megyek, azt üvöltök vele, meg rájutok a fenekére, és beránckálom a fürdőszobába, most azonnal fürödni fog. Nem minden magyar családban van ilyen, de amerikai könyvekben lehet ilyet olvasni, de a végén a gyereket beránckálják a fürdőszobába. Ott már azt látjuk, hogy két nagyon ideges ember találkozik egymással. És abból azt tanulja meg a gyerek, hogy nálunk a családban, ha valami konfliktus van, vagyis mást akar az egyik, mint a másik, akkor azt úgy szoktuk megoldani, hogy aki erősebb, aki hangosan kiabál, akinek nagyobb az izma, magasabbra nőtt, és aki másképp be tudja rángatni a fürdőszobába. De várjunk egy 15 vagy 20 évet, és utána már én fogom berángatni az anyut a fürdőszobába, vagy nem engedem be a gyerekszobába, és kész, azzal le van zárva. Értem, hogy mondani akarok, ugye? Tehát a Szaffi szabát jól jegyezzük meg, ha a gyerekünket megfelelő irányban szeretnénk terelni, nevelni, akkor az első nagyon fontos szabály a számunkra az, hogy ne tanítsam neki meg azt, amit én tanultam a szüleimtől, hogy az győz, aki idegesebb, az győz, aki hangosabb, az győz, aki erőszakosabb. Ezt nagyon könnyű mondani, így beszédben, nagyon-nagyon könnyű mondani. De el tudom képzelni valamennyiünket, amint megy föl a pumpa bennünk, hogy most már 8:30, és a gyerek még már harmadszor mondjuk, hogy szedje össze a játékot, és mind nem szedte össze. Akkor most mi a helyzet? Akkor hogyan tudsz, Józsi, türelmes maradni? Hogyan tudsz kedves maradni? Az lehetetlen. Hát a gyereknek meg kell tanulnia, hogy rendnek kell lenni. Meg kell tanulnia, hogy valahol határt kell szabni. Így van? Így van? Na, hát most mondd meg, orvos, gyógyíts meg magadat. Most meg mi a helyzet? Jó, tehát megfogom. Az első szabály, tehát az, hogy a Szaffi szabály, hogy a nevelési helyzetekben nem engedem meg magamnak azt, hogy azt kommunikáljam a gyerek felé, amit nem akarok kommunikálni, hogy majd ő is legyen ingerült. Amikor az elsőszülött fiunk 5 éves volt, a kisebbik ő lány, a második ő pedig közel 4 éves volt, mindig testvérversengések voltak. Neki pont az a játék kellett, ami a másiknak, és a többi. Tehát ilyen napirenden voltak ezek a békítő tárgyalások, meg mindig ott kellett egy szülőnek lenni, hogy szelíden játszanak egymással. Mindig azért nem igaz, de úgy élem át, hogy nagyon sokszor. És egyszer hazajöttünk, vagy nem tudom, hogy hazajöttünk, de a lényeg az, hogy egyszer meglepően láttuk azt, hogy a gyerekszobában egymás mellett ült a két kisgyerek, és a fiú mondja a lánynak ilyen tökéletes, szeretetteljes hangon, bátorítva, mosolyogva rá, Janka, hát ezt úgy kell a karikát nagy mozdulattal, lendületesen, hogy szépen az újságpapíron alakuljon. Próbáld meg. Ez az egész jó, picit még ott kell javítani, hogy még egy lendülettel, még bátrabban, nagyon jó, és itt a teljesen ámulatban voltunk esve. Hát ezt nem hiszem el, hát ez lehetetlen, hogy a fiú, aki a lánynak a cofját szokta húzogatni, a lány, aki a fiúnak a sípcsontját rúgdossa, vagy harabdálja, az most ott ülnek és ezt csinálják. Hát miért van ez? Miért nem tudok mindig így viselkedni? És aztán este megbeszéltük a feleségem, hogy mi lehet ennek az oka? És rájöttünk. Az volt az oka, hogy ezt a karika vagy kör rajzolási helyzetet csak egyetlen egy helyzetben látták otthon, nem jártak a vodába, egyetlen egy helyzetben látták otthon, amikor a feleségem a fiúval, a nagyobbikkal foglalkozott ebben a témakörben. És ő ilyen nagyon bátorítóan, nagyon kedvesen, mindegy mi volt az eredmény, hogy tovább menjen és alakuljon szépen. Ezt az egyetlen egy mintát látta ebben a helyzetben. Semmi más mintát nem látott az elsőjét, csak ezt a mintát. Tehát amikor ő elővették az újságpapírt, és megkérdezte tőle a kislány, hogy mi ez a postairom, meg hogy mind megy, akkor nem tudott más csinálni, csak azt a mintát, amit látott. Értsék ezt, amit mondani akarok? Hogyha a gyerek azt látja, hogy egy konfliktus helyzetben, vagy bármilyen helyzetben én mindig uralkodok a temperamentumon, a szenvedélyeimen, az, hogy hogyan beszéljek vele, ingerülten, mindig ez a legfőbb szabály, akkor ezzel nagyon-nagyon-nagyon sokat nyerhetek. És ezt jó volt látni, persze ez egy óriási tükör volt a számunkra, mert ez azt jelenti, hogy amikor más helyzetben azt mondta, hogy ez vagy az, akkor megint szembe kellett nézni, hát hiszen ez én vagyok, én szoktam a törölközőt letenni a fürdőszobába, vagy csak úgy, hoppá, most pedig a gyereknek mondom, hogy jó lenne, hogyha ráhajtogatnád a törölköző tartóra, miközben én sem csináltam ezt. Tehát ne azt csináld, fiam, amit látsz, hanem amit mondok. Ugye ezek így nem működnek, ezek a történetek.
De még maradjunk az első szabálynál tehát. Meg kell tanulnunk, hogy minden kommunikációs helyzetben, minden élethelyzetben, kivéve ha éppen a kamion elé akar lelépni a főúton, de ilyen helyzet gondolom nem minden nap fordul elő, ha éppen le akar lépni a kamion elé, éppen le akar lépni a teraszról és alatta 6 méteres mélység, akkor üvölthetsz. Akkor üvölthetsz ilyen fejjel, stb. Belefér. De azért üvölteni, mert nem megy fogatmosni, mert nem hajlandó fölállni a tévé elől, mert nem hajlandó a cipőjét rendesen rakni, az nem olyan élethelyzet. Mert akkor a gyerek, még egyszer mondom, azt tanulja meg, amit tanítasz neki. Nem azt, hogy mit csinálni a játékkal, hanem hogy üvöltözni kell, hanem hogy ingerültnek kell lenni. Ez egyik dolog a Szaffi szabállyal kapcsolatban. A Szaffi szabály másik oldala az, hogy gondold el, hogy bent ülsz egy cukrászdában, és egy Rákóczi túrós felénél tartasz. Vagy mindenki képzelje a legjobb édeskét, amit szeret. Répatorta. Nekem teljesen mindegy, ki vegetáriánus, ki reformos, nekem mindegy ebben az edben, de ott ülsz előtte. A felénél tartasz. Éppen bele akarnád szúrni a krémesbe a villádat, ekkor azt mondja a Leoncio, gyerünk, menni kell. Mozdulj már. Gondoljuk ezt el? Nagy örömmel mozdulnál erre a felhívásra? Mondtam már, hogy mennünk kell, gyerünk. Itt most már két nehézséged van. Egyfelől ott van az a jó kis játék, ott van az a jó kis süti, ott van az a jó kis tevékenység. Nagyon nehéz elfordulni tőle, az is nehéz. Kettő, odaszólt nekem a másik, úgyhogy az bennem fölvitte a pumpát. És ha bennem fölviszik a pumpát, akkor az emberi reakció az, hogy én visszavágok. Életkortól függetlenül. Tehát a szülő, amikor valamire rá akarja venni a gyerekét, hogy úgy tegye, és ezt indulattal teszi, indulattal fűszerezve, a szülő a saját helyzetét nehezíti ezzel. Mert akkor most már nem csak egy jó tevékenységtől kell őt elhozni a gyereket, nem csak ez a kihívás, hanem emellett a benne felkeltett még nagyobb gőzt is kezelni kell. Értjük ezt? A fegyelmezés, az irányítás akkor professzionális, ha szabad így mondanom, akkor kelti a legkisebb ellenállást, hogyha a szülő azt mondja magának, most megpróbálom a nyugodt, szeretetteljes hangommal, és majd mindjárt nézzük, hogy még mivel mással, a lehető legkönnyebbé tenni az engedelmeskedést. Engedelmeskedni mindig a legtöbbször nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És hogyha ezt még nehezítem azzal, hogy mondom, feszültség van bennem, akkor duplán nehézé teszem. Próbáljuk az engedelmességet könnyűvé tenni. Hogyan kell ezt csinálni? Egyfelől, amikor ott van benne a szobában a gyerek, és játszik, vagy a tévé előtt ül, és még azt mondja, még ezt az utolsó bubót megnézem, még egyet. Ismerjük ezt? Még az utolsó. Fiam, az előbb is utolsó volt. Még az utolsó. És már megy így tovább. És az anyuka nem akar konfrontálni, nem akarja, hogy rossz anya legyen, de most látja, hogy most már 9 óra van, fiam, most már vége, le van kapcsolva, gyerünk. Nem akarok mondani, te mindig ilyen vagy, hogy nem is szeretlek, stb. Ugye az ember jót akar tenni, és mit kap cserébe? Leszidást a gyerekétől, hogy milyen egy kegyetlen anya, milyen egy kegyetlen apa. Tehát nem megyünk bele ebbe a zsákutcába. Amikor van egy helyzet, ahol korlátot kell szabni, ahol korlátozni kell, ahol valamit meg kell csinálni, akkor a korlát szabáshoz mindig betartok 4 lépést. Elmondjam ezt a 4 lépést? Kíváncsiak, igaz? Ha, én is az lennék. Na, az első. Először is a Szaffi szabályból adódóan. A Szaffi szabályból adódóan mindig kezelnem kell a gőzt, ahogy a leengedte az intéző annak a férfinek a fejéből a gőzt, és utána beszélt hozzá, nekünk is le kell engednünk a gőzt a gyerekben. Hogyan csináljuk ezt pszichológiailag? Ott ül a gyerek a tévé előtt, megy a 22. doktor Bubó, és most már vége van, és mondjuk eljött az idő, és hogy le kéne feküdni, kéne menni a fürdőszobába. Első lépés a gyereknek nyugodt hangon, az életkorának megfelelően, egyszerűen megfogalmazom, hogy mit szeretnék. Azt mondom, 8 óra van, és minden 4 éves gyereknek 8 órakor ágyba van a helye, mert különben nem nő nagyra. Ebben mi volt benne ebben a mondatban? Persze minden szülő tudja másképpen is elfogadni, csak ez egy példa. Nagyon egyszerűen elmondom a korlátot. Nem azt mondtam, Béluska, most fölkelsz és megyünk zuhanyozni, mert az Béluskának szól. Józsi, most leteszed a villát és hozhatod a krémest, és mész dolgozni. Előbb megírod a cikket, majd utána visszajössz a krémeshez.
hagyjál már békén. Nem? Ez univerzális kommunikáció szabály. Univerzális. Korosztálytól függetlenül. Tehát a gyereknek, mikor még kicsi, egy fölötte lévő szabályról beszélek. Az a szabály, hogy minden óvodásnak, minden 4 évesnek 8-szor akkor ágyban a helye. A családunkban az a szabály, hogy 8-szor akkor lekapcsoljuk a tévét. Első lépés. A szabály nem személyre szabott, nem kelti föl az ellenállást, nem szidalmazó, nem hibáztató, már tudhatnád, hogy, hogy mindig e körül van a vita, és nem értem, hogy hogy lehet ezt csinálni, hogy nem tudod kikapcsolni a tévét. Ez a szabályszabásnak semmi köze nincs ahhoz, amit az előbb mondtam. Egyszerű, nem hibáztató, nem kritizáló, nem túlzó. Hát nem elmondtam már tegnap is, hogy 8 órakor befejezzük a tévénézést? Már a hanglejtésem is olyan. Értjük? A szabály nyugodtan mondom, és a gyerek fölött mondom, a gyerek fölött. Nálunk az a szabály, hogy amikor az ember, amikor a gyermek még óvodás, 8-szor akkor kikapcsolja a tévét, mert, és most a második része, a gyermek értelmi szintjének megfelelően megmagyarázom, hogy miért van a szabály. Ez az első lépés. Van olyan gyerek, az enyém nem ilyen, aki erre már fölkel és elindul a fürdőszoba felé. Ha az önöké ilyen, akkor gratulálok, és nagyon örülök, hogy ilyen magas adagig értek el. Ha az ember gyakorolja a korlátszabás szabályait, akkor elképzelhető, hogy az 5.-6. alkalommal már erre is el fog indulni a gyerek. De általában a gyerekek nem ilyenek. A lényeg az, az első lépésnél is vigyáztam arra, hogy nem viszem föl benne a feszültséget. Nem viszem föl a gyerekben a gőzt. Értjük, ugye? Nem akarok még nagyobb konfliktus, mint ami eleve adódik a tévénézés helyzetből, vagy a játék helyzetből. Első lépés. Ha a gyermekem egészséges és normális, akkor mit mond? Nem megyek. Ismerős? Gratulálok, egészséges gyermekeik vannak. Nem kell pszichológus. Vagy azt mondja, csak még ezt az egyet. Vagy, hát miért kell lefeküdni, holnap szombat lesz, vagy holnap vasárnap lesz. Vagy éhes vagyok, hozz egy kis ételt. Ugye ez is egy nagyon jó. Annyira kreatívak a gyermekeink, nem? De ez nem ismeretlen, mert önök is, amikor vizsgára tanulnak, emlékeznek erre a hatásra? Mikor vizsgára tanulnak, akkor a szobában található összes másik könyv sokkal nagyobb hívó erővel vonz az ember, mint a tankönyv, nem? Hogy ezt pedig nem vettem észre, ezt kéne olvasni, hát ez fantasztikus jó. És ezt át is éljük. Teljesen normális emberi pszichológiai reakció. A gyerek se azért mondja, hogy éhes vagyok, mert kitalálta, hogy ha ezt mondom, akkor még nézhetem. Ilyen is lehet. De ugyanaz a reakció neki, mint nekünk az, hogy az összes többi könyv, az összes többi film, az összes többi, most sétálni kéne egyet, mind vonzóbb, mint az, hogy kinyitsuk a tankönyvet, vagy megcsináljuk az éppen még hátra lévő könyvelés, vagy bármilyen munkát, ami ott rogyazódik előttünk. Próbáljuk halasztani. És olyan vágyak ébrednek bennünk, ami teljesen emberi, az emberi természetünkből következik, nem? A gyereket ezért nem szabad megbüntetni, leszívni, mert ugyanaz, mint én vagyok. Ugyanolyan természete van, mint nekem. Tehát amikor ezt mondja a gyerek, hogy de még ez, de még az, nem, és így, és úgy, akkor jön a második lépés. Ez a csap kinyitása, ugye? A gyerek azt mondja, csak még ezt az egyet hagyd nézzem meg. Vagy éhes vagyok, és egyes, stb. A pszichológia azt mondja erre, hogy visszatükrözöm a gyerek számára, hogy megértettem, hogy most mit érez, mit gondol. Nem értek vele egyet, nem helyeslem, nem támogatom, de visszatükrözöm, hogy mit mondott. Azt mondom neki, jobb szeretnél még néhány részt megnézni. Vagy jobb lenne, hogyha most még ehetnél, és közben is nézhetnénk, és csak utána kéne fölmenni. Ezzel nem értek egyet, nem mondtam, hogy így fog történni, de visszamondtam, hogy meghallottam, hogy a másik mit mondott. Vagyis a csapot kinyitottam, és a gőzt engedtem le. Értjük ezt a fogást? Értjük ezt? Ezzel a gyerekben azt az érzetet keltem, hogy egyrészt megértő szülő vagyok, amit a bevezetésben hallottunk, hogyan szeressük úgy a gyerekünket, hogy korlátozunk ugyan, de közben szeretetteljesek vagyunk. A Ransburgeri úgy mondta, hogyan lehetünk melegen korlátozóak. Ugye a 4-es tengelyen van a meleg korlátozó, ez a legjobb nevelési módszer. Van a meleg korlátszabás nélküli, magára hagy mindent, tehát mindent elfogadó, mondhatni, csinálsz, amit akarsz, úgyis szeretlek, borzalmas eredményei vannak. Van a hideg korlátozó,
fiam, azonnal jössz és csinálod a szeretettelenség, és csak a korlátok, csak a szabályok, és az apával elme csak azt látja, hogy mindig meg kell felelni valaminek, nincs egy érzelmi kötődés, és van a hideg megengedő, ha nem törődöm. Amit akarsz, azt csinálsz, a tévéről tülök, nézek, újságot olvasok, kit érdekel a gyerek. Ugye ez a négy. A meleg korlátozó az, amelyik a pszichológiai kutatások szerint, tehát józan észre is lehet mondani, hogy ez a legjobb, egyszerűen a gyerekednek a legjobb fejlődési lehetőséget kínálta. Tehát a meleg korlátozónak az a sajátsága, hogy abban meleg, hogy a gyerek látja azt, hogy megértettem, hogy mit mondott. Úgy hívja egyes pszichológiai iskola ezt a meleg korlátozót, hogy értő figyelem, vagy aktív odahallgatás, angolul active listening, ez volt a pszichológiának az egyik nagy felismerése, amikor pszichológiai betegségekben szenvedő, családjaikat elvesztő, árvaházban nevelkedő gyerekekkel foglalkoztak pszichológusok, hogy a magatartás zavarokat valahogyan tudják korrigálni. Felvettek nagyon sok ilyen egyéni gyermekkel való foglalkozást, egy pszichológus meg egy gyerek, egy ilyen játszó teremben vagy a pszichológusnak a szobájában. És több ezer órányi videót felvettek hangfelvétellel, és nézték, hogy mi lehet a különbség, hogy miért van az, hogy egyes helyzetek után a gyerekeknek a pszichés állapota javul, és kezdenek a személyiségfejlődésben helyes út felé terülni, a másik után pedig nincsen javulás. Mi lehet a különbség? És ezt találták. Ezt találták, hogy azok a helyzetek voltak gyógyítóak, amik emocionálisan, érzelmileg elfogadóak, melegek voltak, de ugyanakkor kristálytisztán korlátozók. Mindig egészen tisztán látható volt a gyerek számára, majd mindjárt visszatérek rá egy példában, hogy hol vannak a határok. Tehát a második lépés az, a gyerekben a feszültséget csökkentenem kell, visszamondom neki, hogy ő mit szeretne. Sokkal jobb lenne, hogyha még játszhatnánk. Sokkal jobb lenne, hogyha még lehetne a tévét nézni. Jobb szeretnéd, hogyha nem is kéne egyáltalán lefeküdni. Igen, így van, az jó lenne. Ez a második. Harmadik lépés. És ez az, ami döntő pont a számomra idézőjelben értelmiségi, de mégis képzetlen szülő, és a képzett, vagy a gyerekekhez értő szülő között. Amikor ez elhangzik, vagy már az első is, hogy azt szeretnéd, hogyha még maradhatnál, eközben én már elindulok a gyerek felé. Nyugodtan, kedvesen. Az egész testem, az arckifejezésem, a mozdulataim azt sugallják 100%-ban, 100-ból 100, hogy most az fog történni, hogy a tévé vagy a játékszobából menjünk a fürdőszoba irányába. Nincsen semmi kétség. Miközben mondom neki, az sokkal jobban szeretnél játszani, stb. Tehát visszatükrözök. Eközben elindulok a gyerek felé. És ha még profi vagyok, akkor közben mondom a harmadik lépést. A harmadik lépés az, de tudod jól, hogy most nem lehet 8 óra után, de minden nap megnézhetünk 3-4 doktorbubót, vagy minden nap legózhatunk együtt, vagy holnap reggel fölkelhetünk 20 perccel korábban, és akkor megépíthetjük közösen, vagy folytathatjuk innen, ahol most abba hagytad. Vagyis a gyermeki léleknek megmondom, egyrészt visszatükröztem neki, hogy értem a kívánságát, értem a vágyát, a testemből látja, hogy közben megyek felé, és majd mindjárt föl fogom venni, és megyünk a tévészobából el a fürdőszoba irányába, de közben megmondom neki, hogy az a vágya hogyan elégülhet ki egy másik alkalommal. Értjük ezt? A gyerek ebből azt látja, hogy nem ellensége a szülő. Azt látja, hogy a szülő érti őt, a szülőnek nem megy föl a pumpa, végig kedves a gyerekkel, de közben melegen határozott. Ott megy felé. És a tévét kikapcsolva felveszi a gyereket, és indulnak a fürdőszoba felé. Itt mindenki azt gondolja magában, legtöbben, akinek mondjuk 1, 2, vagy 3 gyereke van, na az én gyerekem ebben a helyzetben hátrafeszíti magát, mint egy íj, nem akarok menni, és durcásan teszi, amit tenni kell, hogy már pedig nem és nem. Az enyém is csinált ilyet, mert ő is embergyerekből van. Ez megint nem abnormális jelenség. Vajon a mi életünkben nem volt olyan, amikor már felnőttek voltunk, hogy azért se. Volt ilyen? Azért se. Nem akarom, hagyd békén. Kinek-kinek. Lehet, hogy valaki tökéletes házasságban, én remélem, így van, de én azt gondolom, hogy minden házasságban előfordult ilyen. Vagy
párkapcsolatban, vagy szülő-gyerek kapcsolatban, vagy bármi, csak azért se. Amikor a gyerekem megfeszíti magát, és viszem fölfelé, nem torpanok meg, viszem fölfelé a fürdőszoba irányába, ez nem tetszik neked. Most haragszol és morcos vagy. De az a szabály, hogy 8 órakor fürödnünk kell. Nincs mese. Nem vesztem el a türelmemet, nem üvöltözök vele, de az egész kommunikációm arra tanítja őt, ami pont az ellenkezője annak, amit eddig tanultunk mi a szüleinktől. Amikor egy ilyen helyzetben voltunk, hogy az elején kezdtem az előadásnak, azt tanultuk, hogy föl kell vinni a hangot, üvöltözni kell, erőszakosan megrendelni a gyereket, és már pedig ez vagy, és ezt tanítottam neki, hogy ez a viselkedésforma az, ami a nyerő. A gyerek azt látja, hogy nem, a problémát úgy is meg lehet oldani, hogy végig nyugodt maradok, végig kedves a hangom, de közben tökéletesen, határozottan tudom, hogy mit akarok csinálni A-ból B pont felé. És a legtöbb gyerek, hadd osszam meg önökkel ezt is, és hogyha kipróbálják, akkor látni fogják, és ha azt mondják, hogy nem, nálunk ez nem működik, akkor gondolják vissza arra, csináltak az első lépést valaha? Csinálták a második lépést valaha? Csináltak valaha a harmadik lépést, vagy negyediket? Ha nem, akkor nem mondhatják, hogy nem működik, mert azt ki kell először próbálni. A legtöbb gyerek, az én három gyerekem közül is nagyon sok ilyen élményünk volt, ő maga azt mondja utána, hogy de akkor majd lehetne majd ezt, vagy azt, vagy amazt. Tehát ő maga a kreativitása beindul, és elmondja, hogy akkor mi lesz, hogy ez. De papa, akkor majd ugye megcsináljuk azt, hogy így vagy úgy. És ebből látszik, hogy a gyerek idegen szóval, pszichológilag tökéletesen interiorizálta, magáévá tette ezt a fajta viselkedésmódot, ezt a fajta mintázatot. És hogyha ezt többször megerősítem, akkor azt látja majd a gyerek, hogy nálunk a konfliktus helyzetek barátságosan oldódnak meg. Visszatérve erre, ahonnan ezt a korlátszabás művészete négy lépését leszűrték a pszichológusok, amit mondtam, ez a helyzet, ahol ilyen pszichológusi szoba volt, olyan jegyzőkönyveket lehetett olvasni, amikor vége volt az alkalomnak, akkor azt mondták a gyerekek általában, ez a baba nekem tetszik, ezt elviszem magammal haza. Ugye ez egy olyan helyzet, hogy azt nem lehetett hazavinni, azt a babát. A pszichológus is tudta, meg a gyerek is tudta. És a gyerek mondja, ez nekem nagyon tetszik, köszönöm, hogy vége az órának, már megyek is, ezt magammal viszem haza. Ott a helyzet. A pszichológus egy pillanatig sem van kétségben, azt mondja, ez a baba nagyon tetszik neked. A legszívesebben otthon is, meg itt is játszanál vele. Igen, igen, viszem is. Az igen, igen, viszem is azt jelenti, hogy a gyerek megértette, hogy én tudom pontosan, hogy mi zajlik benne. Ekkor lassan elindulok felé, és azt mondom, az a szabály, hogy minden játék ehhez a szobához tartozik. Hogy minden gyerek tudjon vele játszani. Következő. De amikor itt vagy, mindig játszhatsz vele, és ha kell, akkor fel is írhatjuk neked, fel is írjuk, hogy ezzel kezd a legközelebbi alkalommal. Én akkor is hazaviszem. És megy az ajtó felé. Megy az ajtó felé. Én is odaérek az ajtót, és azt mondom neki, a babák a szobához tartoznak, de legközelebben játszhatsz vele. És nyitom az ajtót. Tökéletesen látja a gyerek, hogy nincsen nincs indulat, nincs ingerültség, nyugodt maradtam, de a szabály a szabály. És ezeknél a gyerekeknél figyelték meg azt, ahol tökéletesen kitapintható a korlát, tökéletes szeretet és elfogadás van, de ugyanakkor teljesen világos, hogy meddig és meddig nem, hogy ezekre hatásul a gyerekek elkezdtek gyógyulni, elkezdett az életükben, a lelkiekben rendszer lenni. Tudták, hogy valamihez alkalmazkodni kell. Látszott, hogy fejlődnek abban, hogy egyre fegyelmezettebbek lesznek. És talán a vége felé elmondanék még egyet, mert nagyon sok minden nem fér bele egy ilyen előadásba, de hogy lássák azt, hogy mennyi minden múlik ezeken a korlátszabásokon. Biztos hallották, vagy ha nem, akkor most fogják hallani az egyik pszichológiai leghíresebb kísérletet, amit egy szem májva cukorkával végeztek. Nem ismerik, mondom, a májva cukorkával, tudják, az a kis ilyen, olyan, mint egy ilyen gumi, ilyen fehér, vagy rózsaszín, elég gusztustalan, tehát ilyen, nem gusztustalan, de sok benne a cukor, meg festék. Az amerikaiak nagyon szeretik, feltűzik ilyen nyárs, és akkor úgy égetik, és úgy eszik az édességet. Mi magyarok csak ilyen pille, talán a pille cukorszerű, ez a májva cukorka. De angolul marshmallow, és ez így vonult be a pszichológia tudományába, a Stanfordi, a világ öt legnagyobb egyetemek, az egyik, a legjobb egyetemek, a Stanfordi marshmallow májva cukorka kísérlet. Arról szólt, hogy 4 éves korban behozták egyenként az óvodásokat a kísérlet vezetőhöz, vagy vezető nőhöz, vagy férfihez, egy rejtett kamera volt nyilván, és azt mondták, Pistike, itt van ez a májva cukorka, leteszem erre a tányér az asztalon, de most el kell mennem.
de mindjárt visszajövök. Hamarosan visszajövök. Hogyha nem eszed meg, akkor kapsz még egyet vagy kettőt jutalomból, és akkor kettőt vagy hármat ehetsz meg. Ha megeszed, akkor nem kapsz másikat. De megélheted, nyugodtan te választhatsz. Én most kimegyek, és ment a felvétel. Ment a felvétel. Hát el tudjuk képzelni, mi történt. Az egyik gyerek azonnal bekapta, nincs mese, aztán játszott, kit érdekel, mit mondta az óvónő vagy a pszichológus nő. A másik gyerek az körben nyalta az asztalt, nyála, csorgott össze-vissza, nézte, szemezett a májva cukorkával, jaj, de jó lenne megenni. Aztán levette a szemét, elfordult tőle, nézte, tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrte, aztán megette pár perc után. A másik gyerekcsoport az nézegette, körbenézte, megszagolta, kezébe vette, megnyalta, visszatette, aztán elhatározta, hogy leül, hátat fordult nekem, és akarja látni, így oda nézett, visszanézett, szóval minden ez a konfliktus megoldó, hogyan nézek szembe a kísértéssel módszerek. El tudjuk képzelni, mi is ilyenek vagyunk, nem? Csak ne, csak bírjam ki, nem kapcsolom be a tévét, akkor se kapcsolom be a tévét. Nem eszek meg még egy ludlábat, akármi. Ugye? Nem is megyek a hűtőhöz közel. Nem megyek közel. Szóval. Tehát ugyanaz a gyerekben is benne van. És végül is eltelt az a néhány perc, visszajött a kísérletezet, és adott neki még egyet vagy kettőt, és mondta, jól van, Pistike, gratulálok, stb., és aztán játsszál tovább. Ettől még nem lenne híres ez a kísérletet, ezt bármiki megmondja, nem? Hogy ha beülvünk 500 gyereket, vagy akármelyet, akkor egyik így fog viselkedni, másik úgy, harmadik amúgy. Sőt, lehet a saját gyerekünkről is megmondjuk, hogy na, a Leoncio ezt csinálja, az Izaura meg azt csinálja. Nem? Megmondjuk. Nem ez a művészet benne, nem ez, hanem az, hogy ezeket a gyerekeket megkeresték 21 néhány évvel később. Egy akkor fiatalabb pszichológus csoport Stanfordon azt mondta, 20 éve volt ez a kísérlet, nézzük már meg, mi lett ezekből a gyerekekből. Na, innen vált a kísérlet világhírűvé, innen. Elmentek, és megkeresték őket. Megkeresték őket az egyetemi diploma megszerzése után. És az derült ki, hogy az a csoport, amelyik nem ette meg a májva cukorkát, amelyik kibírta azt, hogy megvárja, míg visszajön a kísérlet vezető, Amerikában minden mérnek, tudják, ugye, hogy nem tudom, nálunk van ez az emelt szintű érettség, stb., ott meg van ez a híres standardizált teszt. Az egyetemi felvételiken a 800 pontos skálán mért tesztekben átlagban 150 ponttal magasabbat szereztek. Nem váltak el általában. A családok boldogsági skáláján nagyobb értéket szereztek, több pénzt kerestek a fizetésükkel, tehát majdnem minden dimenzióban sikeresebbek voltak, mint azok a társaik, akik azonnal megették a májva cukorkát. Azt mondta ez a híres pszichológus, akire aztán megalapította az érzelmi intelligencia, mindenki hallotta már ezt, mert ez, hogy megeszem a májva cukorkát, vagy nem, ez nem az IQ, hogy mennyire vagyok intelligens, mennyire vagyok agyban ott, hanem az az EQ, hogy az érzelemvilágom, a vágyaimnak a szabályzása, a saját személyiségemnek az irányítása már 4 éves korban hol tart. És azt mondta ez az EQ pszichológus, hogy egyetlen májva cukorka segítségével 4 éves korban többet el tud mondani az emberről, mint az összes addigi pszichológiai kísérlet, IQ-teszt, személyiségteszt, és minden komputer támogatott teszt 15 éven keresztül. Gondoljuk ezt el. Miért mondtam ezt? Azért mondtam ezt, mert mintha mi meleg korlátozóak vagyunk. Hogyha mi a gyerekünket úgy neveljük, hogy szeretet veszi körül, de teljesen világos, hogy vannak szabályok, vannak korlátok, vannak vágyak, aminek határt kell szabni, akkor mi ahhoz segítjük hozzá őt, hogy az érzelmi intelligenciája, ez a fajta személyiség dimenziója egyre magasabb és egyre jobb legyen. Ha mi vöröslő fejjel neveljünk és kiabálunk vele, akkor épp az ellenkezőjére tanítjuk őt. Hát nagyjából szerintem most ennyi fér bele ebbe a mai alkalomba, és ez egy kevcsináló voltak éppen a sorozathoz, és majd jönnek a további előadók, és más-más témát jelölünk meg. Nem tudom, hogy mi a szokás, egy kis szünetet tartsunk-e, vagy ne egy pár percet, de utána szívesen válaszolok még nevelési kérdésekre, meg ami esetleg nem fér bele, arról is beszélgetődünk, átadom a szót akkor.